Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi az ő terve? Mit akar? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Adélia számára. Kedves Adélia, köszöntelek téged. A kérdésed az, hogyan tovább? Visszatér ő az életedbe, változik valami? Mi az ő terve? Ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Ez a kép itt mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Ez az elefánt itt a háttérben ezeket a súlyos dolgokat jelenti. Minden olyan nehéz. Viszont ez a hölgy mutatja itt a lehetőségeket, és ez utal a belső egyensúlyra. Ő el akar búcsúzni ezektől a nehézségektől, és meg akarja tartani a belső egyensúlyát. Van terve, és ha igen, akkor az mi? Itt mutatja ez a kártya. A hatos szám a múltra utal. Ebben van egy kis nosztalgia is. És én úgy mondanám, hogy nála ez a gyermekkorát mutatja, az emlékeket. Az is lehet, hogy ezek a gyermekkori emlékek azok, amit őt nyomasztják. De el kellene búcsúzni ezektől az emlékektől, és a feladata az, hogy a jelent élje. Ez a gyermek, ez a kislány mutathat egy új kezdetet is. Ez nem azt jelenteni, hogy neki most van valaki az életében, hanem ő szeretne valamit megújítani. De amire én gondolok, hogy ez a kép azt mutatja, ő játszadozni szeretne, és nem akar felelősséget vállalni, nem akarja ezt a szerepet, ezt a felnőtt szerepet játszani. A következő kérdés az lenne, hogy mi áll a középpontban, azt mutatja itt ez a tolvaj. A kártyáknak van szimbolikus jelentése. Ha egy tolvaj megjelenik, akkor ez a tolvaj elvisz valamit, és az hiányzik. Te hiányzol neki. És ennél a képnél nem csak ez az érzés van, ez a vágy veled újra találkozni, hanem mutatja a félelmeket is, hogy ő téged elveszít. Van valaki az életében, aki őt befolyásolja? A választ megadja rá ez a kártya. Mint ahogy ez a ló visszatekint, hátra tekint, az jelenti a múltat. Van valami a múltjában, ami még mindig hat rá. Ezek az emlékek. Ezek a gyermekkori vagy az ifjúsági emlékek. Mi változik nála? A választ megadja ez a kártya. Megint a hatos szám, mint itt is. És ez a hatos szám a múltra utal. Ez a kép a gyermekkorára, és itt a kármikus témákra. Azt, amit ő átélt a korábbi életében. Vannak ezek az emlékek is. Viszont ez a kártya mutat még valamit. Egy utazást. Külföldi utakat. Vagy egy belső utat. Azon kívül ez a hajó szimbolizálja a reményeket. Hogy tekint feléd, erre megadja a választ ez a kép. Minden úgy a feje tetejére állt.
és nincs semmi, amiben ő megfogózkodhatna, hanem elveszi ezt a biztonság érzetét. Kicsúszik a talaj a lába alól. Itt egyet tudunk tenni, megfordítani ezt a kártyát. És az azt közli velünk, forduljunk 180 fokot. Valamit tekintsünk meg más szemmel, vagy nézzük meg az érme mindkét oldalát. Ez nem a te feladatod, hanem az ő leckéje. A következő kérdés az lenne, van egy másik hölgy az életében? A választ ez a kártya mutatja. Egy kihívás, viták, veszekedések. Én nem hiszem, hogy ez most így van a jelen pillanatban. Én inkább úgy gondolnám, ez utal az ő múltjára. És mivel ő ezt így élte át, fél egy kapcsolatot kialakítani. Ezek itt a félelmek. Olyan, mint egy börtön, és ebből ki kell, hogy szabaduljon. És mi a terve veled kapcsolatban? Ezt mutatja a lepke. Ez nagyon szép, mutatja a művészetet és a könnyűséget is. Milyen szerepet játszol te az ő életében? Te vagy itt a királynő az ő szívében. Mert ez az arany kehely, ez mutatja az érzelmeket. Ezt úgy mondanám más szóval, szeret téged. Bízzál ebben a szeretetben. És hogyan tovább, hogy folytatódnak a dolgok, ezt megírják itt a csillagok. A csillagok jelentik a szerencsét is. Az energia, ami kettőtöket most összeköt, azt tudom számokban mutatni. Ez a négyes szám, az a biztonság érzését jelenti, és összeköttetésben áll a föld elemével, a reális dolgokkal. A hármas szám, az mutathatja azt is, hogy ti ketten valamit elértek az életben, egy közös alkotás, de jelenthet egy harmadik szemét is, ami zavarja a kapcsolatotokat. És a következő szám a nulla, az azt jelenti, hogy neki vannak gondolatai, tervei veled kapcsolatban. De ez jelen pillanatban a gondolatokat mutatja, de nem a tetteket. Tehát még várni kell, amíg ő hozzád közeledik. És most megkérdezem, illetve felteszem a kérdést, visszatér ő hozzád, mert szeret téged, amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged, és visszatér hozzád. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, nem, ez le van zárva. Amennyiben az inga megáll, az mutatja azt, hogy jelen pillanatban nem mozognak az események, és kell, hogy várj. Az inga jobbra fordult ki, és az azt jelenti, igen, ő szeret téged, és visszatér hozzád. És ez volt ez a jóslás, és most áttérünk az asztrológiára. Kedves Adélia, most áttérnék az asztrológiai területre az indiai számítás szerint. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, és abban a pillanatban, amikor ő megszületett, mindkettőtöknél a szkorpión
jött fel, mint egy felkelő nap a keleti határon. Az azt jelenti, hogy mindkettőtöknél Skorpión ascendent van. Ez az ascendent mutatja a külsőtöket, azt is, hogy viszonyultok kifele, milyen a személyességetek, és hogy mások hogy látnak titeket. Itt van nálatok kármikus téma mindkettőtöknél. A te horoszkópodban Szaturnusz bolygó áll az aszcendentuson, és Szaturnusz őrzi a kármikus témákat, és kihat a sorsra. Szaturnusz a korai években, tehát a te gyermekkorodban elég szigorú. Vannak korlátozások, és ez nálad a szülői háztól jön. Az ő horoszkópjában a felkelő holdcsomó Ráhu az aszcendentuson van. Tehát neki is kármikus témái vannak. Ez a felfele mozgó holdcsomó, ez egy életút, amire neki szüksége van, de ő ezt az utat nem ismeri. Kell, hogy megtanulja a Skorpión témáját is, ami azt jelenti a víz eleme, mert a Skorpión a víz eleméhez tartozik, tehát az érzéseit, mert ezt szimbolizálja a víz eleme, kell, hogy belülre tekintsen az ő érzelmi világába. És a Skorpiónnál van két belső irány, és ez kihat az érzésekre. Az egyik irányban vannak a negatív érzelmek, én így nevezem őt, mint például, ha bűnösnek érzi magát, és ártatlan, vagy kétségei, félelmei vannak. Ezek az érzések lehúzzák őt. A másik irány, amit én pozitív érzéseknek nevezek, az a bátorság, és ez kihalt, mivel ez az aszcendentuson van, az ő fellépésére, az ő személyiségére. Ő keresi magát, így mondhatnám, bizonytalan. Kétségei vannak. Ha a szülői ház őt segítette volna, akkor ő erős. Mert a mély ponton, ahonnan ő jön, ahonnan ő származik, ott van neki egy visszafele tekintő Szaturnusz hatás, és ezek a nehézségek. Bizonyára vannak neki itt kármikus témái, és ezt neki kell megoldani. És mivel ő nem bízik magában, félelmei vannak, nem könnyű egy párkapcsolatot kialakítani. Azon kívül, ha megtekintem az elemeket, nála hiányzik a tűz eleme. Ez nem baj, mert majdnem mindig így van, hogy egy horoszkópban hiányzik egy elem. És ezt ő kívülről kapja meg. És mivel a tűz eleme hiányzik, hiányzik a bátorság, az erő, a lelkesedés. És egy párkapcsolatban kell, hogy ezt a társnőtől megkapja. De
Most visszatérve az aszcendentre, az mutatja azt a pillanatot, amikor ő megszületett, és vele szemben, az aszcendentussal szemben van a deszcendent. És ezzel a deszcendettel, ami a nyugati határt mutatja, tehát abban a pillanatban, amikor ő megszületett, a nyugati határon lefele, úgy, mint egy nap nyugta, abban a pillanatban a bika jegye így a nyugati határon letért abba a helyzetbe, amit mi tudat alattinak nevezünk. De a születés pillanatában, mint egy mérleg, pontosan szemben áll, mint egy tükör, és ebben a pillanatban beletekintünk ebbe a tükörbe. És az tükrözi a párunkat, a lelki kapcsolatot. Gyakran ez egy ilyen kármikus kapcsolat, és ezt a tükröt, vagy mondhatnám, mint egy kapu, mert ezzel a kapuval nyílik ki egy új életház, és ez a szerelmi életet mutatja nálad is, meg nála is, ez a bika jegyében van. Az ő horoszkópjában, itt ebben a hetes számú házban, így nevezzük ezt az életterületet, nála itt van a lefelle mozgó holdcsomó, Kétú, és az ő holdja. Itt vannak kármikus témák, és ez összeáll az ő anyukájával, mert a hold szimbolizálja az anyaiságot, vagy az anyát. És ez a lefele mozgó holdcsomó, Kétú, ez mutatja azt, amit ő átélt a korábbi életében. És ez kihat a párkapcsolatba, mert mindkettő ebben a hetes életházban van, ami a párkapcsolatot szimbolizálja. Mivel itt hat a bika jegye is, a bikának nyugalomra van szüksége. De a bika hajlamos arra, hogy birtokba vegyen valamit. Mivel neki itt anyai témái vannak, előfordulhat az, hogy az ő anyukája nem akarta őt engedni magától, hanem birtokba akarta venni. És mivel neki levegőre van szüksége a szerelmi élet területén, nem hagyja azt, hogy valaki őt birtokba vegye. Miért kell neki ez a levegő eleme? Mert az ő horoszkópjában a Vénusz bolygó, ami a szerelmet, a szerelmi életet, a párkapcsolatot is szimbolizál, az ő horoszkópjában a Vénusz bolygó az ikrek jegyében van. És az ikrek, azok mutatják a levegő elemét. A Vénusz bolygó az tükrözi a nőiességet, tehát neki egy olyan társnőre van szüksége, aki ilyen hasonlóságot mutat, mint az ikrek jegye. Nem kell, hogy az ikrek jegyében szülessen, viszont kell ez a hasonlóság, mint például a könnyűség, a viccelődés és az intelligencia. Nála a Mars bolygó mutatja az ő férfiasságát, és ez a szűzek jegyében van. És ez nagyon-nagyon kritikus. Nem csak másokkal szemben, hanem saját magával szemben is. A te
horoszkópodban a Vénusz bolygó, ami a te nőiességedet mutatja, az a nyilasok jegyében van a kettes házban, a kettes életházban. Érdekes, hogy az ő Vénusz bolygója az ő horoszkópjában az ikrek jegyében van, és nálad a nyilasok jegyében, és az pontosan szemben áll. Itt tükröződik valami. És ez olyan, mint a mérleg, kell, hogy te, mint az ő partner nője, ezt a belső egyensúlyt megtartsd. Nem az egyik irányba, vagy a másik irányba, hanem középen, akkor ott vagy ezen az arany úton. Az ikrek jegye, az mindent úgy megnéz, megvizsgál a környezetben, és a nyilas jegye az keresi ezt mindig a távolban. Hogy tudnám ezt most a ti párkapcsolatokra mutatni? Ha te neked nagy terveid vannak, vagy vágyaid, vagy egy utazás, és te ezeket a terveket mondod, vagy mutatod, és elfeledkezel a kisebb dolgokról, a napi témákról például, és ő, az ő Mars bolygójával, a szüzek jegyében kicsinyes, ő mindenre odafigyel. Ami nálad nem olyan fontos, mert ezt átugrod, ő még mindig ott marad, és ezt figyeli, analizálja ezeket a dolgokat. Lehet, hogy ezt nem közli veled, de ez foglalkoztatja őt. A te horoszkópodban a Mars bolygó mutatja a te erődet, de a férfit is, aki hozzád tartozik. És ez a Mars bolygó a hatos életházban áll, ami a munkára vonatkozik. Tehát ilyen munkahelyi kapcsolat. De mutatja azt is, hogy ebben a környezetben ismerted őt meg, vagy tudtok együtt dolgozni. A Mars bolygó nagyon jól érzi magát a kos jegyében, mert itt uralkodik. A kos jegye a tűz eleméhez tartozik. A te Vénusz bolygót a nyilas jegyében szintén a tűz elemét mutatja. És mint mondtam, az ő horoszkópjában hiányzik a tűz eleme. És ezt kell, hogy mástól tanulja, vagy nézze, hogy ez hogy működik, és te tükrözöd ezt neki. Ez mutatja bátorságot, mutatja az erőt, azt is, hogy valami téged lelkesít, és bátor vagy valami újat kezdeni. Most nálatok vannak ilyen kármikus témák, mert ez a kettő holdcsomó, a lefele mozgó holdcsomó és a felfele mozgó holdcsomó, ez mozog. És jelen pillanatban a lefele mozgó holdcsomó a nyilas jegyében mozog, októberig, ez év októberig. És kihat a nyilas jegyére, és a te horoszkópodban ez a második házban található, ugyanúgy, mint nála is, a nyilas jegye a második házban. Ez a második ház mutatja az anyagiakat, a pénzügyi dolgokat, de az értékeket is. És az lehet egy kapcsolat, egy szerelem, mert ez is értékes,
és azt is jelenti, hogy vegyétek ezt a birtokotokba. A nyilas mutat még valamit, még pedig az irányt. Mutatja a galaxiánknak, ennek a tejútnak a központját, és ez azt jelenti, hogy ez a centrum mutatja nekünk a vágyakat, az álmokat, mind azt, amit szeretnénk megkapni az élettől. De a hozzáállás is fontos. Kell, hogy mondjuk, igen, ezt én megérdemeltem. Itt a kettes házban lehet az pénz, anyagiak, jólét, de mindaz, ami értékes, barátságok, vagy a hivatás és a szerelem, a párkapcsolat. És mivel ez a lefele mozgó holdcsomó októberig itt mozog, így ezt ti érzitek. Itt nektek, mindkettőtöknek vannak kármikus témáitok, és ez a múltat mutatja, mert ez a lefele mozgó holdcsomó kétú, ez azt jelenti, mi volt a múltban, a korábbi életben. Azt, amit akkor nem kaptátok meg, most kell, hogy megkapjátok. A nyolcas életházban van az ikrek jegye mindkettőtöknél. És itt az ikrek jegyében mozog jelenleg a felfele mozgó holdcsomó októberig. Ez év októberig. És ez a felfele mozgó holdcsomó vagy Rahu, az mutat egy új utat, valamit, amit ti nem ismertek. És ez az új út, ez a nyolcas életház, és ez hasonló a Szkorpión energiájához. És ez mutatja a változásokat, a belső változásokat is. Mindazt le kell zárni, ami szomorúvá tesz. És mindazt birtokba kell venni, ami értékes. Nem csak az értékes párkapcsolatot, hanem az anyagiakat, barátságokat, mindaz, ami fontos számotokra. És itt nyílik egy új út, egy új lehetőség, és ezek a lehetőségek vannak október hónapig. Ez a nyolcas életház mutatja a testi kapcsolatot is. És itt is fontos, hogy ezt értékeljétek, mert ez sok mindentől úgy felszabadít. A te horoszkópodban hiányzik a föld eleme. Az mutatja a biztonság érzetét, a reális dolgokat, az anyagiakat, de azt is, hogy valósítsd meg a terveidet. Mivel nálad hiányzik a föld eleme, ez kell, hogy másoktól kapd meg, vagy mások tükrözik ezt neked. Az ő horoszkópjában a hold a föld elemében van, a Mars bolygó a föld elemében van, és Jupiter bolygó szintén a föld elemében van, tehát ő segít neked. Te is segítesz neki, mert nála hiányzik a tűz eleme, és nálad Mars bolygó és Vénusz bolygó, ami a szerelmi életre utal, a tűz elemében található. Tehát te tükrözöl neki is valamit. Ami még fontos, a te holdad,
a mérleg jegyében áll. A hold anyai témákat is mutat, tehát emlékek a gyermekkorból, viszont mutatja az igazság érzetét, neked ez nagyon fontos, és utal a párkapcsolatra is, és szereti a szép, harmonikus dolgokat. Nálad, de nála is a mérleg jegye a 12-es házban található, és itt vannak a kármikus témák. És a mérleg szimbolizálja a párkapcsolatot. Az ő horoszkópjában van Plutó bolygó a mérleg jegyében, és nálad egy visszafele mozgó Plutó bolygó és a hold. Plutó mutatja, hogy mennyire fontos a testi kapcsolat, mert kihat erre, de itt ebben a 12-es házban előfordulhat, hogy ezt visszahúzzátok, magatokba tartjátok, és valami miatt nem élitek ezt a testi kapcsolatot úgy, ahogy szeretnétek. És a hold mutatja a te érzelmeidet, de anyai témákat is. Ez a 12-es ház, ez nagyon titokzatos, és mint mondtam, jelzi a kármikus témákat, egy kármikus párkapcsolatot kettőtök között. És most áttérnék a holdházra, mégpedig mutatom azt, hogy hol van a te aszcendentusod, és hol van az ő aszcendentusa, melyik holdházban, mert ez kihat a személyiségetekre. Ez mindkettőtöknél azonos. Ezt a holdházat Iestának hívják. Hogy én ezt el tudjam magyarázni, ahhoz, hogy én ezt el tudjam magyarázni, mit jelent, ahhoz elmesélném a mitológiát, az indiai mitológiából. Chandra az a hold, és ez egy férfi, Átrinak és Anasuyának a fia. Ez a Chandra beleszeretett Rohinibe. Rohini, ez a tinédzser korú kislány, és kezd nőiesedni, igen, ők ketten egymásba szerettek. Rohini szimbolizálja a napkeltét. Chandra elment a szülői házhoz, és tett egy házassági ajánlatot. És Rohininak az édesapja azt mondta, jól van, rendben van, te elveheted a lányomat, de neki vannak még testvérei, tehát én azt szeretném, ha te mind a 27 lányt, az én lányaimat feleségül veszed. Mivel Chandra nagyon szerette Rohinit, és nem akarta őt elveszíteni, elvette feleségül mind a 27 lányt. És ahogy mozog a hold, naponta így meglátogatja őket. A nagy szerelem természetesen Rohini. És az idősebbik testvér, azt úgy hívják, hogy Iesta. De ez a Iesta nővér, a legidősebb testvér, ez nem egy ilyen idősebb hölgyet jelent, hanem mutatja a nőiességet, de azt is, hogy van élettapasztalata, és nagyon-nagyon bölcs. És emiatt mások, a hugai is,
és Csandra is felnéztek rá. Igen, felnéztek rá az okossága, a bölcsessége, az élet tapasztalata miatt, és kérték mindig a tanácsát. És ez a Jesta nővér, ez kihat a ti személyiségetekre. Érezzétek így magatokat. Kedves Adélia, így tudtam összehasonlítani a horoszkópotokat. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera! Kedves Adélia, most áttérnék az asztrológiai területre az indiai számítás szerint. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, és abban a pillanatban, amikor ő megszületett, mindkettőtöknél a szkorpión jött fel, mint egy felkelő nap a keleti határon. Az azt jelenti, hogy mindkettőtöknél szkorpión aszcendent van. Ez az aszcendent mutatja a külsőtöket, azt is, hogy viszonyultok kifele, milyen a személyességetek, és hogy mások hogy látnak titeket. Itt van nálatok kármikus téma mindkettőtöknél. A te horoszkópodban Szaturnusz bolygó áll az aszcendentuson, és Szaturnusz őrzi a kármikus témákat, és kihat a sorsra. Szaturnusz a korai években, tehát a te gyermekkorodban elég szigorú. Vannak korlátozások, és ez nálad a szülői háztól jön. Az ő horoszkópjában a felkelő holdcsomó Ráhu az aszcendentuson van. Tehát neki is kármikus témái vannak. Ez a felfele mozgó holdcsomó, ez egy életút, amire neki szüksége van, de ő ezt az utat nem ismeri. Kell, hogy megtanulja a szkorpión témáját is, ami azt jelenti a víz eleme, mert a szkorpión a víz eleméhez tartozik, tehát az érzéseit, mert ezt szimbolizálja a víz eleme, kell, hogy belülre tekintsen az ő érzelmi világába. És a szkorpiónnál van két belső irány, és ez kihat az érzésekre. Az egyik irányban vannak a negatív érzelmek, én így nevezem őt, mint például, ha bűnösnek érzi magát, és ártatlan, vagy kétségei, félelmei vannak. Ezek az érzések lehúzzák őt. A másik irány, amit én pozitív érzéseknek nevezek, az a bátorság, az a bizalom, a hit és a szeretet. Mindezt mutatja a szkorpión energiája. De ő ezt nem ismeri. Ezt meg kell, hogy tanulja, mert ez az élet útja, ez, amit az ő lelke kiválasztott. És ez kihalt, mivel ez az aszcendentuson van, az ő fellépésére, az ő személyiségére. Ő keresi magát, így mondhatnám, bizonytalan. Kétségei vannak.
Ha a szülői ház őt segítette volna, akkor ő erős lenne. De ott vannak a problémák. Mert a mély ponton, ahonnan ő jön, ahonnan ő származik, ott van neki egy visszafele tekintő szaturnus hatás, és ezek a nehézségek. Bizonyára vannak neki itt kármikus témái, és ezt neki kell megoldani. És mivel ő nem bízik magában, félelmei vannak, nem könnyű egy párkapcsolatot kialakítani. Azon kívül, ha megtekintem az elemeket, nála hiányzik a tűz eleme. Ez nem baj, mert majdnem mindig így van, hogy egy horoszkópban hiányzik egy elem. És ezt ő kívülről kapja meg. És mivel a tűz eleme hiányzik, hiányzik a bátorság, az erő, a lelkesedés. És egy párkapcsolatban kell, hogy ezt a társnőtől megkapja. De most visszatérve az aszcendentre, az mutatja azt a pillanatot, amikor ő megszületett, és vele szemben, az aszcendentussal szemben van a deszcendent. És ezzel a deszcendettel, ami a nyugati határt mutatja, tehát abban a pillanatban, amikor ő megszületett, a nyugati határon lefele, úgy, mint egy nap nyugta, abban a pillanatban a bika jegye, így a nyugati határon letért abba a helyzetbe, amit mi tudat alattinak nevezünk. De a születés pillanatában, mint egy mérleg, pontosan szemben áll, mint egy tükör, és ebben a pillanatban beletekintünk ebbe a tükörbe. És az tükrözi a párunkat, a lelki kapcsolatot. Gyakran ez egy ilyen kármikus kapcsolat, és ezt a tükröt, vagy mondhatnám, mint egy kapu, mert ezzel a kapuval nyílik ki egy új életház, és ez a szerelmi életet mutatja nálad is, meg nála is, ez a bika jegyében van. Az ő horoszkópjában, itt ebben a hetes számú házban, így nevezzük ezt az életterületet, nála itt van a lefelé mozgó holdcsomó, Kétú, és az ő holdja. Itt vannak kármikus témák, és ez összeáll az ő anyukájával, mert a hold szimbolizálja az anyaiságot, vagy az anyát. És ez a lefele mozgó holdcsomó, Kétú, ez mutatja azt, amit ő átélt a korábbi életében. És ez kihat a párkapcsolatba, mert mindkettő ebben a hetes életházban van, ami a párkapcsolatot szimbolizálja. Mivel itt hat a bika jegye is, a bikának nyugalomra van szüksége. De a bika hajlamos arra, hogy birtokba vegyen valamit. Mivel neki itt anyai témái vannak, előfordulhat az, hogy az ő anyukája nem akarta őt engedni magától, hanem birtokba akarta venni. És mivel neki levegőre van szüksége a szerelmi élet területén, nem hagyja azt, hogy valaki őt birtokba vegye. Miért kell neki ez a levegő eleme? Mert
Az ő horoszkópjában a Vénusz bolygó, ami a szerelmet, a szerelmi életet, a párkapcsolatot is szimbolizál, az ő horoszkópjában a Vénusz bolygó az ikrek jegyében van. És az ikrek, azok mutatják a levegő elemét. A Vénusz bolygó az tükrözi a nőiességet, tehát neki egy olyan társnőre van szüksége, aki ilyen hasonlóságot mutat, mint az ikrek jegye. Nem kell, hogy az ikrek jegyében szülessen, viszont kell ez a hasonlóság. Mint például a könnyűség, a viccelődés és az intelligencia. Nála a Mars bolygó mutatja az ő férfiasságát, és ez a szűzek jegyében van. És ez nagyon-nagyon kritikus. Nem csak másokkal szemben, hanem saját magával szemben is. A te horoszkópodban a Vénusz bolygó, ami a te nőiességedet mutatja, az a nyilasok jegyében van, a kettes házban, a kettes életházban. Érdekes, hogy az ő Vénusz bolygója, az ő horoszkópjában, az ikrek jegyében van, és nálad a nyilasok jegyében, és az pontosan szemben áll. Itt tükröződik valami. És ez olyan, mint a mérleg, kell, hogy te, mint az ő partner nője, ezt a belső egyensúlyt megtartsd. Nem az egyik irányba, vagy a másik irányba, hanem középen, akkor ott vagy ezen az arany úton. Az ikrek jegye, az mindent úgy megnéz, megvizsgál a környezetben, és a nyilas jegye az keresi ezt mindig a távolban. Hogy tudnám ezt most a ti párkapcsolatokra mutatni? Ha te neked nagy terveid vannak, vagy vágyaid, vagy egy utazás, és te ezeket a terveket mondod, vagy mutatod, és elfeledkezel a kisebb dolgokról, a napi témákról például, és ő, az ő Mars bolygójával, a szüzek jegyében kicsinyes, ő mindenre odafigyel. Ami nálad nem olyan fontos, mert ezt átugrod, ő még mindig ott marad, és ezt figyeli, analizálja ezeket a dolgokat. Lehet, hogy ezt nem közli veled, de ez foglalkoztatja őt. A te horoszkópodban a Mars bolygó mutatja a te erődet, de a férfit is, aki hozzád tartozik. És ez a Mars bolygó a hatos életházban áll, ami a munkára vonatkozik. Tehát ilyen munkahelyi kapcsolat. De mutatja azt is, hogy ebben a környezetben ismerted őt meg, vagy tudtok együtt dolgozni. A Mars bolygó nagyon jól érzi magát a kos jegyében, mert itt uralkodik. A kos jegye a tűz eleméhez tartozik. A te Vénusz bolygót a nyilas jegyében szintén a tűz elemét mutatja. És mint mondtam, az ő horoszkópjában hiányzik a tűz eleme. És ezt kell, hogy mástól tanulja, vagy nézze,
hogy ez hogy működik, és te tükrözöd ezt neki. Ez mutatja a bátorságot, mutatja az erőt, azt is, hogy valami téged lelkesít, és bátor vagy valami újat kezdeni. Most nálatok vannak ilyen kármikus témák, mert ez a kettő holdcsomó, a lefele mozgó holdcsomó és a felfele mozgó holdcsomó, ez mozog. És jelen pillanatban a lefele mozgó holdcsomó a nyilas jegyében mozog, októberig, ez év októberig. És kihat a nyilas jegyére, és a te horoszkópodban ez a második házban található, ugyanúgy, mint nála is, a nyilas jegye a második házban. Ez a második ház mutatja az anyagiakat, a pénzügyi dolgokat, de az értékeket is. És az lehet egy kapcsolat, egy szerelem, mert ez is értékes, és azt is jelenti, hogy vegyétek ezt a birtokotokba. A nyilas mutat még valamit. Mégpedig az irányt. Mutatja a galaxiánknak, ennek a tejútnak a központját, és ez azt jelenti, hogy ez a centrum mutatja nekünk a vágyakat, az álmokat, mind azt, amit szeretnénk megkapni az élettől. De a hozzáállás is fontos. Kell, hogy mondjuk, igen, ezt én megérdemeltem. Itt a kettes házban lehet az pénz, anyagiak, jólét, de mindaz, ami értékes, barátságok, vagy a hivatás, és a szerelem, a párkapcsolat. És mivel ez a lefele mozgó holdcsomó októberig itt mozog, így ezt ti érzitek. Itt nektek, mindkettőtöknek vannak kármikus témáitok, és ez a múltat mutatja, mert ez a lefele mozgó holdcsomó kétú, ez azt jelenti, mi volt a múltban, a korábbi életben. Azt, amit akkor nem kaptátok meg, most kell, hogy megkapjátok. A nyolcas életházban van az ikrek jegye mindkettőtöknél. És itt az ikrek jegyében mozog jelenleg a felfele mozgó holdcsomó októberig. Ez év októberig. És ez a felfele mozgó holdcsomó, vagy Rahu, az mutat egy új utat, valamit, amit ti nem ismertek. És ez az új út, ez a nyolcas életház, és ez hasonló a Szkorpión energiájához. És ez mutatja a változásokat, a belső változásokat is. Mindazt le kell zárni, ami szomorúvá tesz. És mindazt birtokba kell venni, ami értékes. Nem csak az értékes párkapcsolatot, hanem az anyagiakat, barátságokat, mindaz, ami fontos számotokra. És itt nyílik egy új út, egy új lehetőség, és ezek a lehetőségek vannak október hónapig. Ez a nyolcas életház mutatja a testi kapcsolatot is. És itt is fontos, hogy ezt értékeljétek, mert ez sok mindentől úgy felszabadít. A te
horoszkópodban hiányzik a föld eleme. Az mutatja a biztonság érzetét, a reális dolgokat, az anyagiakat, de azt is, hogy valósítsd meg a terveidet. Mivel nálad hiányzik a föld eleme, ez kell, hogy másoktól kapd meg, vagy mások tükrözik ezt neked. Az ő horoszkópjában a hold a föld elemében van, a Mars bolygó a föld elemében van, és Jupiter bolygó szintén a föld elemében van, tehát ő segít neked. Te is segítesz neki, mert nála hiányzik a tűz eleme, és nálad Mars bolygó és Vénusz bolygó, ami a szerelmi életre utal, a tűz elemében található. Tehát te tükrözöl neki is valamit. Ami még fontos, a te holdad a mérleg jegyében áll. A hold anyai témákat is mutat, tehát emlékek a gyermekkorból, viszont mutatja az igazság érzetét, neked ez nagyon fontos, és utal a párkapcsolatra is, és szereti a szép, harmonikus dolgokat. Nálad, de nála is a mérleg jegye a 12-es házban található, és itt vannak a kármikus témák, és a mérleg szimbolizálja a párkapcsolatot. Az ő horoszkópjában van Plutó bolygó a mérleg jegyében, és nálad egy visszafele mozgó Plutó bolygó és a hold. Plutó mutatja, hogy mennyire fontos a testi kapcsolat, mert kihat erre, de itt ebben a 12-es házban előfordulhat, hogy ezt visszahúzzátok, magatokba tartjátok, és valami miatt nem élitek ezt a testi kapcsolatot úgy, ahogy szeretnétek. És a hold mutatja a te érzelmeidet, de anyai témákat is. Ez a 12-es ház, ez nagyon titokzatos, és mint mondtam, jelzi a kármikus témákat, egy kármikus párkapcsolatot kettőtök között. És most áttérnék a holdházra, mégpedig mutatom azt, hogy hol van a te aszcendentusod, és hol van az ő aszcendentusa, melyik holdházban, mert ez kihat a személyiségetekre. Ez mindkettőtöknél azonos. Ezt a holdházat Iestának hívják. Hogy én ezt el tudjam magyarázni, ahhoz, hogy én ezt el tudjam magyarázni, mit jelent, ahhoz elmesélném a mitológiát, az indiai mitológiából. Chandra az a hold, és ez egy férfi, Átrinak és Anaszujának a fia. Ez a Chandra beleszeretett Rohinibe. Rohini, ez a tinédzser korú kislány, és kezd nőiesedni, igen, ők ketten egymásba szerettek. Rohini szimbolizálja a napkeltét. Chandra elment a szülői házhoz, és tett egy házassági ajánlatot. És Rohininak az édesapja azt mondta, jól van, rendben van, te elveheted a lányomat,
de neki vannak még testvérei, tehát én azt szeretném, ha te mind a 27 lányt, az én lányaimat feleségül veszed. Mivel Chandra nagyon szerette Rohinit, és nem akarta őt elveszíteni, elvette feleségül mind a 27 lányt. És ahogy mozog a hold, naponta így meglátogatja őket. A nagy szerelem természetesen Rohini. És az idősebbik testvér, azt úgy hívják, hogy Iyesta. De ez a Iyesta nővér, a legidősebb testvér, ez nem egy ilyen idősebb hölgyet jelent, hanem mutatja a nőiességet, de azt is, hogy van élettapasztalata, és nagyon-nagyon bölcs. És emiatt mások, a húgai is, és Chandra is felnéztek rá. Igen, felnéztek rá az okossága, a bölcsessége, az élettapasztalata miatt. És kérték mindig a tanácsát. És ez a Iyesta nővér, ez kihat a ti személyiségetekre. Érezzétek így magatokat. Kedves Adélia, így tudtam összehasonlítani a horoszkópotokat. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót. Nagyon sok szeretettel, Dendera.